Módosítják a paksi bővítés, kivitelezési és finanszírozási szerződését annak érdekében, hogy folytatódhasson, és mielőbb el is készüljön az évek óta csúszó Paks 2 beruházás. Emellett biztosították, hogy az év további részében is stabil legyen az ország kőolaj és földgáz ellátása. Ezzel a hírrel érkezett haza Oroszországból Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter, ahová egy olyan időszakban utazott el, amikor Magyarországgal szemben egyre intenzívebb külpolitikai támadások fogalmazódnak meg, éppen az Oroszországgal fenntartott kapcsolatok miatt. Újra és újra ugyanaz a kérdés merül fel a magyar külpolitikával összefüggésben. Vajon meddig mehet el egy uniós és NATO tagország a saját társadalmi és gazdasági érdekében? És milyen következményekkel kell számolnia a patrióta politikának, ha azt a környezete rossz szemmel nézi? Kis Rajmond az MCC diplomáciai műhelyének vezetője az, akitől egyebek mellett erre a kérdésre is választ várok. Miért volt ön szerint feltétlenül szükséges most a moszkvai utazás? 2022. március 11-én a Versailles EU csúcson az EU vezetői köztük Scholz, Macron, de még Ursula von der Leyen is magyar támogatással megegyeztek, hogy az Oroszország elleni szankciók nem terjedhetnek ki az energiahordozókra, tehát olaj, gáz vagy akár nukleáris fűtőanyag behozatalra. Majd ezt a megállapodást figyelmen kívül hagyta a brüsszeli vezetés, és folyamatosan igyekszik leválasztani az összes európai beszerzésről Oroszországot. A magyar-orosz energetikai együttműködés egyáltalán nem politikai, legkevésbé ideológiai kérdés. A magyar társadalomnak, a magyar gazdaságnak az energiahordozók behozatala Oroszországból létkérdés. Még akkor is, hogyha az elmúlt egy évben a kormány folyamatosan igyekezett csökkenteni a függőséget, gondoljunk csak az Azerbajdzsánnal kötött megállapodásra, még mindig a legfontosabb forrásunk Oroszország, és ezt a megállapodást egyébként már a nagy gázmegállapodás, már a háború előtt jóval, hiszen 2021. szeptember 27-én kötötte meg a kormány a Gazprommal 10+5 évre, ezeket a megállapodásokról folyamatosan tárgyalni kell, és valamit pont az Európai Unió szankciói miatt újra kell tárgyalni. Az, hogy most ezek az újratárgyalások megtörténtek, az jelentheti-e azt, hogy a megváltozott körülmények ellenére továbbra sem piszkálják a magyar-orosz szerződéseket? Tekintettel arra, hogy azért Európa egészében megváltozott a hangulat Oroszországgal szemben, és egyre radikálisabban és egyre erőszakosabban követelik Oroszországnak a teljes elszigetelését, úgy politikai, mint gazdasági értelemben. A nukleáris energiára folyamatosan hallhatjuk, hogy vannak olyan hangok Brüsszelben, és vannak olyan tagállamok is, akik szeretnék kiterjeszteni a szankciókat, illetve több Európai Uniós partnerünk nem örül a Paks 2 beruházásunknak és a Rosszatommal való együttműködésnek. Például az irányítás technológia, ami mondjuk Németországból érkezne, maga a német kormány blokkolja a Siemens Energia nagyvállalatot, hogy biztosítsa Magyarország számára, ezért többek között például Franciaországból próbálunk új beszállítót, új alvállalkozót talán. Itt ugye most az a tét, hogyha megtörténnek a szerződésmódosítások, pontosabban itt most Szijjártó Péter szavait idézve már csak a szövegezési, az utolsó szövegezési feladatokat végzik a jogászok, akkor a következő lépésnek annak kell lennie, hogy jóváhagyásra ezeket a szerződésmódosításokat benyújtja Magyarország Brüsszelben az Európai Bizottság számára. Ebben a megváltozott hangulatban, ami nem csak Oroszországgal szemben jelent egy változást, hanem Magyarországgal szemben is, lehet-e számítani erre a jóváhagyásra? Különösen, ahogy említette, hogy zajlik a Rosszatommal való együttműködés megtiltását is tartalmazó újabb szankciós csomag. Tudom én, hogy egyébként
litván javaslatra Magyarországot felmentenék ez alól a tiltás alól, de ez még nem jelenti azt, hogy feltétlenül áldást ad erre a szerződésmódosításra Brüsszel. Ön hogy gondolja, tiszteletben tartja-e Magyarország energia szempontból szükséges szerződéseit és kötelezettségeit az Európai Unió? Én nagyon remélem, hogy szakmai döntést is tud hozni az Európai Unió, és nem csak elhibázott politikai, ideológiai alapon dönt, főleg nem energiabiztonsági kérdéstől egy tagállam esetében, már csak akkor is, hogyha egyébként Magyarország számára, a magyar energiabiztonság számára a Paks 2 beruházás mindenféleképpen meg kell történni. Közben egyébként a hazai politikai szereplők rendre azzal vádolják az Orbán kormányt, hogy kettős politizálást folytat, hiszen látszólag ellenáll Oroszország teljes elszigetelésének, és azt az álláspontot képviseli, hogy a büntető intézkedések többet ártanak Európának, mint a megcélzott félnek, miközben pedig mostanáig minden szankciót megszavazott Magyarország az oroszok ellen. Azért egy átlagembernek nehéz így tisztán látni. Ön hogyan értelmezi a magyar külpolitikai döntéseket? Valóban Magyarország megszavazta az európai szolidaritás jegyében úgy, hogy már a legelső pénzügyi gazdasági szankciónál is jelezte Magyarország, hogy olyan gödröt próbáljunk ásni, ha már ásni kell, amiben nem mi európaiak, nem az Európai Unió tagállamai fognak beleesni. És az első 2-3 szankció után már érezhető volt, hogy ezek a szankciók nem fogják csökkenteni Oroszország gazdasági növekedését, vagy legalábbis nem annyira, mint amennyire ez Brüsszel gondolta, viszont érezhető volt már a tavalyi év második felében, hogy az európai gazdaság jelentős motorjai vagy recesszióba kerülnek, vagy legalábbis stagnálni fognak. De egy teljesen pragmatikus, gyakorlati kérdés a külgazdaság is, és a gazdasági kapcsolatok is. Nem lehet olyan szankciókat hozni egy több évtizede kialakult gazdasági együttműködést biztosító országgal, mint Oroszország, létfontosságú alapanyagok, energiahordozók tekintetében, ami veszélyezteti az Európai Unió lakosainak az energiaellátását, és a gazdaságra is nagyon káros lesz. És közben azért nem csak az Unióval, hanem egyre inkább a nagy testvérrel, az Egyesült Államokkal is éleződik a rossz viszony. Márha lehet hinni azoknak a híreknek, amelyeket Washington hozzánk delegált nagykövete közvetít. David Pressman értelmezése szerint ugyanis nagyon elmérgesedett a két szövetséges ország kapcsolata, és ezért a magyar kormány felelős. Lehet-e még látni, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, hogy ezt a magyar hasonlatot idézem? Igen, szerkesztő asszony, és a hallgatóinknak is mondom, hogy nem rajtunk múlik, főleg nem az Egyesült Államokkal a kétoldalú politikai kapcsolat. Magyarországnak elemi érdeke, hogy minden partnerével, Ázsiától Afrikán keresztül az Egyesült Államokig jó kapcsolatot építsen ki. Az Egyesült Államok helyzete teljesen más. A Római Birodalom óta tudjuk, vagy még korábban, hogy a nagy világhatalmaknak nincsen együttműködési kényszer a külpolitikai döntéshozatalukban. Tehát Magyarországnak muszáj minden partnerével kölcsönös, tiszteleten alapuló bizalmi kapcsolatot kiépíteni, egészséges gazdasági és politikai kapcsolatok mentén működni. A diplomáciát úgy is hívjuk, hogy nemzetközi kapcsolatok. Ezért is gyönyörű és beszédes a magyar nyelv, hiszen kapcsolatot feltételez. Ez nem alá-fölé rendelt kapcsolat, hanem egy partnerségi kapcsolat. Én nagyon szeretném, és őszintén bízok benne, hogy nem kerülünk megint olyan helyzetbe, mint az Obama adminisztráció alatt, amikor valóban akár személyeket is szankcionált az akkori politikai vezetés. Nem tenne jót ez a két ország kapcsolatainak. Itt most a szankciókra mindjárt kitérünk, de azt a kérdést azért még hadd feszegessem, hogy a
két ország kapcsolatának megromlása, az lehet-e még látni, hogy mégis honnan indult? Mert ugye Pressman azzal vádolja Magyarországot, hogy egy masszív Amerika ellenes kampányt folytat itt Magyarországon, és gyakorlatilag ezzel indította el az eltávolodást a két ország között. No, meg még azzal is, hogy túlságosan közel áll Oroszországhoz, már-már orosz barátságot emlegetnek. Míg a másik oldalról azért azt lehet hallani, hogy éppen Pressmannek az ideküldése, és nem ő volt az első az, ami már jelezte, hogy itt egyáltalán nem törekszik az Egyesült Államok egy egyenrangú felek között létrejöhető egészséges kapcsolatra. Ez így van sajnos. Mielőtt elfoglalta volna magyarországi állomáshelyét a nagykövet, már az Egyesült Államokból bírálta Magyarországot, ami teljesen kizárt a diplomáciában. Még úgy is, hogyha megérkezem az állomáshelyemre a fogadó országba, belpolitikai kérdésekkel soha nem foglalkozhat egyetlen egy magyar nagykövet sem. Azt gondolom, hogy azonnal hazahívná Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A nagykövetnek a dolga, hogy tiszteletben tartja a helyi szabályokat természetesen, a helyi politikai kultúrát, a helyi társadalmi kultúrát, és a két ország politikai, gazdasági, kulturális kapcsolatainak a fejlesztésén dolgozik. Hát rosszul indult valóban a kapcsolat, hiszen meg sem érkezett, már folyamatosan bírálta a kormányt. Legutóbb éppen azt mondta, hogy Orbán Viktor beavatkozik a választásokba. Képzeljük már el, hogy Magyarországról bárki, vagy akár a kormány hogyan tudna az Egyesült Államok választásába beavatkozni. Csak azért, mert teljesen publikusan, hiszen ez is Magyarország érdeke, hogy az előző adminisztrációval jelesül Donald Trump elnöksége alatt, főleg az előzőhöz képest, és a jelenlegi politikai vezetéshez képest, a jelenlegi politikai kapcsolatainkhoz képest egyre jobb, fejlődő, sőt, pont a választások előtt már mondhatni baráti, kiváló kapcsolatot ápolt a Fehérház és a magyar politikai vezetés. És ha már szóba hozta Trumpot, ugye most azt igyekeznek elhitetni Magyarországon, hogy a velünk kapcsolatos vélekedésekben nagyon egységes az amerikai politikum. Valóban a teljes amerikai politikával, vagy ha úgy tetszik, az amerikai állammal hadban állunk, ha túlozhatok ilyen nagyot, vagy itt a Biden adminisztráció az, amelyik szemében szálka lett Magyarország, méghozzá jókora szálka? Sem az amerikai állampolgárokkal, legkevésbé az amerikai nemzettel vagy a konzervatív barátainkkal. Itt pár politikusról van szó, egyértelműen, hogy a Biden adminisztrációnak a nemzetközi geopolitikai, néha talán gazdaságpolitikai érdekérvényesítésébe nem illik bele egy nemzeti érdekeket képviselő és egy független, erős Európai Uniót képviselő magyar álláspont. És akkor most érjünk rá erre az imént már megpedzegetett szankciós kérdésre, mert hogy a jól értesült 444.hu tudomása szerint ma a nagykövet amerikai büntető intézkedéseket jelent be Magyarországgal szemben, és most egy pontos idézet következik az állítólagos okokról. A magyar kormány szerintük azért blokkolta sokáig a finn, és azért blokkolja még mindig a svéd NATO csatlakozást, hogy pénzt csikarjon ki az EU-tól. A magyar kormány egyetlenként az EU-ban alig tett valamit, hogy függetlenedjen az orosz energiától, illetve a kormány és sajtója orosz propagandát terjeszt a háborúról. A hírek szerint néhány befolyásos magyart tiltanának ki az Egyesült Államokból ismét, ahogy az imént említett időszakban az Obama adminisztráció idején. Nem szeretném, hogy találgatásokba bocsátkozzon a várható fejleményekről, ugye ez a sajtótájékoztató ez ma lesz, de provizorikusan azért érdekelne a véleménye. Van-e joga egy EU-n kívüli országnak büntető lépésre az EU-n belül állítólag elkövetett vétkekért, no meg szubjektív megítélés alá eső okokra hivatkozva? Én nagyon válasz röviden nem, nincs joga. És a vélt indokokat pedig egyenként meg lehet cáfolni. Tehát a finn és a svéd NATO csatlakozásnak és Magyarország
egyébként párhuzamos tárgyalásai az Európai Unióval a nekünk járó forrásokról, és egyébként már december 12-én megítélt forrásokhoz, az égvilágon semmi köze a két ügynek egymáshoz. Pont az előbb említettem az orosz energiafüggőség kivédésére irányuló tárgyalásainkat, erre a legjobb példa az Európai Unió partnerségével együtt Georgiából és Azerbajdzsánból a Kaszpi-tenger zöld szél erőműveiből fog Magyarország energiát vásárolni. Tehát bármelyik vélt indokot azonnal meg tudjuk cáfolni. És itt van még az orosz propaganda, amellyel megvádolják a kormányt, illetve annak sajtóját. Érdekes egyébként itt a saját műsorainkkal kapcsolatban tapasztalom, hogy a YouTube-os csatornánkra feltöltött a háborúval kapcsolatos beszélgetéseknél hol azzal vádolnak meg minket, hogy orosz barát szemszöget képviselünk, hol azzal pont ilyen vehemenciával, hogy ukrán barát szemszöget képviselünk, tehát már én itt belülről sem érzem azt, hogy bármi milyen pártoskodásról szó lehetne. Ön mondjuk hallgatóként, szemlélőként mit lát, milyen szubjektív valóságot érzékel? Magyarország békepárti az első pillanattól sem orosz barát nem volt, sem pedig ukrán barát. Ukrajna függetlenségét mindig elismerte, erőn felül támogatjuk Ukrajnát humanitárius segítséggel, gazdasági segítséggel. Félretette a magyar kormány a háború kitörésekor a korábbi külpolitikai, politikai nézeteltéréseit, itt főleg a kárpátaljai honfitársaink, nemzettestvéreinknek a jogának a folyamatos csorbítása miatt. Azóta egyébként ezek a jogok tovább csökkentek, ezt a magyar kormány már azóta is többször nehezményezte, akár NATO, vagy esetleg később Európai Uniós csatlakozás tekintetében. Oroszországgal pedig, ahogy már korábban beszéltünk róla, egy teljesen pragmatikus gazdasági kapcsolatunk van, amilyen volt Európa minden vezető nagyhatalmának az elmúlt egy évet leszámítva, visszamenőleg több száz évre. Egy kicsit visszatérve az Egyesült Államokra, ezen a szövetségi rendszeren belül, amit mondjuk ebben az esetben hívjunk NATO-nak, ahol együtt van a két ország, meddig mehetne el az Egyesült Államok Magyarország megregulázásában? Hát ezt nehéz kiszámítani, és reméljük, hogy sem eddig, de azt a hallgatóink is tudják, hogy a NATO-ban egyértelműen az Egyesült Államok akarata és geostratégiai, geopolitikai érdekei dominálnak, és azok valósulnak meg, független attól, hogy ki a NATO főtitkár, vagy hogy esetleg a tagállamok hogy gondolkoznak a NATO jövőjéről, vagy akár a háború és béke kérdéséről. És ha most kilépünk a NATO szövetségi keretein belül, mint partner, mert felvetődtek olyan lehetőségek, amelyek azért igen fájdalmasak lennének, de vajon megérnie egy-egy olyan lépést meghozni az Egyesült Államoknak, mint például felszólítani amerikai cégeket Magyarország elhagyására, vagy arra, hogy meggyőzni minél több hitelintézetet és külföldi befektetési alapot, hogy ne adjanak több hitelt Magyarországnak. Nem szeretnék több ötletet adni, csak egy-két példát hoztam. Szóval, hogy ilyenek esetleg állhatnak az Egyesült Államok érdekében? Bocsánat, a szabad. Ha visszagondolunk az Obama adminisztrációra, amikor azóta már híressé vált, jó barátunk, good friend volt az ideiglenes ügyvivő, és valóban mélyponton voltak a politika, a kétoldalú politikai kapcsolatok, a gazdasági kapcsolatok akkor is nagyok voltak, folyamatosan érkeznek Magyarországra az Egyesült Államokból nagyvállalatok, nagyvállalati befektetések, a kétoldalú export is folyamatosan nő, a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok értéke is folyamatosan nő, több mint 110 ezer magyar munkavállaló dolgozik amerikai nagyvállalatnak Magyarországon. A NATO-ra visszatérve, Magyarország pedig soha nem volt még ennyire jó NATO tagállam, mint most. Soha nem tudtuk elérni a GDP 2%-ára vonatkozó
amerikai elvárást, a védelmi kiadásainkat illetően. Azt gondolom, hogy egyre fontosabb, egyre megbízhatóbb NATO stratégiai partnere lett és lesz is Magyarország a többi NATO tagállamnak is, és az Egyesült Államoknak. Ezeket a tényeket nem lenne szerencsés figyelmen kívül hagyni. És még egy utolsó kérdéskört hadd hozzak ide, mert hogy mindeközben az Unió egy másik politikusa, a francia államfő, azzal rúgta fel az általános nyugati viszonyrendszert, hogy Kínába látogatott, ahová egyébként magával vitte az Európai Bizottság, egyébként meg sem hívott elnökét. Ráadásul békekövetként tért haza, és óvatosságra intett, hogy az EU belekeveredjen Washington és Peking külön konfliktusába, sőt azt is megmerte fogalmazni, hogy Európának mérsékelnie kellene a függőségét az Egyesült Államoktól. Két kérdésem van ezzel kapcsolatban. Egyrészt tűrhető ez ebben a szövetségi rendszerben, másrészt lehetnek-e, vannak-e még az Unióban hasonlóan gondolkodó vezetők? Biztos, hogy vannak. Olyan vezetők is vannak, akik nem merik így kimondani, amit a francia elnök kimondott. Ezt mondta egyébként az Európa Tanács elnöke, hogy Macron ezzel az álláspontjával nincs egyedül, nem nevezett meg más európai vezetőket, viszont az is beszédes, hogy például a német kormányzó koalíció részéről, és az ellenzék részéről is, és a német meghatározó médiumok részéről is folyam azóta ösztűz zúdul a francia elnökre, és a német sajtó és a német politikusok azt mondják, hogy az autonóm Európa veszélyes, ami egyébként elképesztő. Tehát igenis, autonómnak kell lenni. Tehát mi is mindig azt mondtuk, hogy erős nemzetállamok alkotnak egy erős, független Európai Uniót. És hogyha az Európai Unió nem foglal állást úgy, mondjuk Tajvan esetében, erre hivatkozott egyébként Macron a sajtótájékoztatóján, még a repülőn Pekingből Párizsba úton, hogyha az Egyesült Államok mond valamit, vagy Kína szeretné, miért ne lehetne az Európai Unió részéről egy harmadik pólusú, egy másik alternatív megközelítés, ami természetesen több Amerika barát, Európai Uniós vezető nem így lát. De számunkra azt gondolom, hogy ez egy biztató jövő.